mai modern cimbalom készítés szorosan összefügg ennek a hangszernek a fejlesztésével, ami elkezdődött a 19. század végén. A Sunda cégre gondolhatunk, Sunda Vence József milyen büszke volt, amikor a 10.000. cimbalma elkészült. Aztán, hogy adták tovább ezek a nagy fejlesztő mesterek a tudást, Sundáék mondjuk éppen a Bohák családnak, aztán a Bohák család több tanuló mellett, például Jancsó István mesternek, akitől te is tanulhattad a szakmát. És hát nekem is olyan érdekes kézbe tartani mondjuk egy bohákféle sablont, ami nálatok itt a műhelyben mindennapi munkaeszköz. Miért lettél te cimbalom készítő? Hát ez véletlen volt teljesen. Annyira nem tanultam, hogy fölvegyenek majd főiskolára vagy egyetemre, és akkor megpróbálkoztam. Gitározgattam nagyon alapfokon. Én vonos pengetősnek jelentkeztem, de persze oda nem volt hely, és cimbalomkészítőnek pedig pont akkor volt üresedés, úgyhogy akkor oda be tudtam kerülni. Ez mikor volt? 91-ben ez. Tehát a Kozmoszban. Igen. Kozmosz Ipari Szövetkezet, úgy hívták. És könnyen hangot találtál a mester? Nem. Ez az évekbe telt, de hát felnézett rá az embert. Az reggelt estig, az nagyon komoly szinten dolgozott a Pista bácsi. Gondolom, a szakmához hozzá is tartozik, hát hogyha nem figyel oda persze annyira egy mester. Nem, hát gépekkel dolgoztunk, tehát meg a komoly asztalosipari gépeket nem lehetett azért szórakozni. Uh-huh. És mikortól dolgozom önállóan? Hát ezt utána, amikor felszabadultam, segéd lettem, akkor egy pár évig még együtt dolgoztunk, akkor azért még szinte jóval többet lehetett tanulni, mint a tanuló évek, mert sokkal több mindenhez odaengedett. És 95-ben akkor megcsináltam az elsőt, és akkor gyakorlatilag azóta önállóan. Hogy látod, hogy most milyen igény van cimbalomra, kiket érdekel ez a hangszer? Hát most az utóbbi években volt egy pici felfutás a klasszikus zenésze, vagy hát azok az iskolák, a klasszikus cimbalmozást tanítanak, azok tudtak, pénzhez jutottak, és tudtak javítatni, meg újat készítetni. Most van egy kis mozgás. Hát, hogy aztán a jövő mi lesz, azt mondjuk ebben a szakmán soha nem lehetett látni, de most tulajdonképpen lehet egy picit bizakodónak is lenni. A művészvilág hogyan áll a cimbalomhoz ma? Hát most szerintem azért picit változik, hogy hogyan állnak hozzá, de azért ezeken a klasszikus helyeken azért most egy picit úgy jobban tehát több előadás van, operában is. Uh-huh. Meg azért a zeneiskolákban is érezhető egy pici mozgás, hát a cimban meg változik egy picit, ebben a világzenében azért nagyobb szerepet kap. Tehát inkább ezek a koncertező művészek, inkább errefele halad a dolog, szerintem. Ez egy kicsit kiváltotta azt, hogy mondjuk a kávéházi cigányzenei hagyomány nagyon vissza? Persze, az gyakorlatilag az nagyon csekély számú az a... De azért még az is akad, tehát még azért ők is, tehát azok között is meg lehet találni zenészeket, de főleg inkább erre felemegy ezek a koncertező művészek. A mai művészeknek vannak olyan technikai elképzelései, ami miatt esetleg módosítani kell bármit is a cimbalmon? Mindig módosítani, valami elképzelésük mindig van, és akkor azt meg kell próbálni lekövetni, de hát viszont könnyű dolgunk van, mert azért ez mindig is így volt a cimbalomnál. Tehát a bohákék is gyártottak, tudom én, 5-6 különféle modell, tehát persze. És milyen igények vannak? Milyen változás lehet, amit egy művész elmond neked, hogy szeretné, hogy másképp működik? Hát itt van például itt van két hangszer, ez is más, az például nyitott fenekű cimbalom. Az pont egy ilyen klasszikusabb hangzás, azt mondják, hogy olyan kiegyenlítettem, mert ebbe az zárt térbe, ebbe kicsit a jobban benne marad, főleg a basszus hangok, azt mondják, hogy ebbe egy kicsit érzésemben, szóval abba a klasszikus zenészek kedvelik, mert hogy pont amit már mondtam, ez is egy kiegyenlített, tehát van millió egyféle elképzelés van. Van, aki egy kicsit lágyabb hangzást keres, annak kell csinálni esetleg egy ilyen rozettás cimbalmot, mint egy ilyen Sunda féle címen. Van, aki könnyűt keres, mindegyik mást keres. Hát igen, ez egy elég súlyos hangszer. Tudtok olyan modellt készíteni, ami könnyebben szállítható? Hát
én megmondom őszintén, én nem, olyan nagyon nem szívesen, mert azért ebben tonna összehúzó erők vannak, és ezt nem szeretném, hogyha pár év múlva visszahoznák, hogy nem tart. Tehát, hogy a szakmai kritériumok rovására nem mehet. Az. Igen, és az, ami túl könnyű, az a kicsi test azért az ez gyengén is szól. Van olyan elképzelés, ami téged foglalkoztat, mint hangszerkészítőt, hogy valamit módosítanál a hangszeren, a hangszer hangja, esztétikai megjelenése miatt? Hát, hogy ne kelljen vele ennyit dolgozni. Tárogató hungarikum. És az évszázadok során többször kellett újraindítani a gyártását. Valamikor volt ez a kezemben félkész hangszerként az a kuruc tárogató, ami hát éppen a kuruc vonatkozása miatt kiveszett a magyar hagyományból. Mindent meg is tettek azért, hogy ne használhassák a kuruc zenészek. És aztán jött egy nagyon érdekes időszak a 19. század végén, amikor egy egészen más hangzás ideál miatt kialakult a modern tárogató, ugye Stovasser János és Sunda Vence József indították el ezt a folyamatot, de egy nagyon nagy felfutás után a két világháború között fantasztikus mennyiségben és minőségben készültek, talán a legjobbak éppen a Stovasser műhelyben, és a háború után ez nyomtalanul tűnt el megint. És aztán most itt ülünk Tóth József mester műhelyében, és azzal az örömmel ülünk itt, hogy szerintem nem csak a tárogató hungarikum, hanem aki készíti is, mert majd, hogy nem egyedül ilyen minőségben az országban. Úgyhogy egy picit itt fölvázoltam a tárogató történetét, de engem nagyon érdekelne a te történeted. Hogy kerültél egyáltalán a hangszerkészítés közelébe? Gyerekkorom óta szeretem a zenét, a hangszereket. Amikor lehetőségem volt kamaszkoromban, természetesen én is gitárosként kezdtem a pályafutásomat, de aztán később kórus éneklés kapcsán ismertem meg a fúvós hangszereket, és nagyon megtetszett először az oboa, és a oboázás kapcsán kerültem így a hangszerkészítés közelébe, és olyan nagy szerencsém volt, hogy egy induló, nagyon-nagyon jó céghez kerültem, mint tanuló. Ez a Hajós utcában Elek Tihamér és Juhos Tibor nevével fémjelzett Rozé hangszerüzlet és hangszerjelentő műhely volt, ahol nagyon-nagyon jó mestereim voltak ők, és ott tanulhattam fafúvós hangszerek javítását, azt készítését. És tulajdonképpen a tárogató, és ez mellett aktív zenész is voltam, és nagyon sok balkáni, magyar, román zenét játszottam, és így ismertem meg a tárogatóra írt, vagy tárogatón szóló nagyon szép, gyönyörű magyar, vagy erdélyi zenéket, amik felkeltették az érdeklődés a hangszerrel, és mivel, hogy nagyon sokat javítottam, így láttam, hogy a hangszerek sokkal többet tudhatnának, mint amilyen, hogy mondjam, fejlettségi szintet elértek a háború előtti gyártás folyamán, és gondoltam, hogy én is tudok ilyet csinálni, és még ha lehet továbbfejleszteni, és a mai kor igényeinek megfelelően esetleg még továbbfejleszteni. Azért ez egy érdekes pillanat volt, ugye a rendszerváltozás körüli időszakról beszélünk, amikor nyílnak sorra újra magánvállalkozások, mint például ez a kitűnő műhely, a Rozé hangszerműhely,
és oda kerülnek olyan fiatalok, akiket vonz a hangszerkészítés, nagyon sokuk magas szinten muzsikál, és ez a vonzódás, ebben megjelenik újra Magyarországon az új hangszerkészítés. Ez egy csoda, akárhonnan nézzük, de hát rengeteg problémával jár. Tehát az, hogy te magas szinten megtanultad a fafúvós hangszerek javítását, és az érdeklődésed a tárogató felé fordul, ez nagyon szépen és nagyon egyszerűen hangzik. De amikor egy tárogató műhelyt kell felépíteni, hát az nem egy olyan egyszerű dolog. Ebbe hogy mertél belevágni? Igen, hát ez a javítás kapcsán nagyon sok részmunka, egy munkát megismertem, ami a gyártáshoz kell. Úgyhogy nem volt előélet nélkül ez a gyártás. Igazából nagyon-nagyon sok idő elment azzal, hogy faanyag beszerzés, billentyűöntés felderítése, milyen minőségben, hol lehet ezt megvalósítani, alkatrészek beszerzése, technológia kialakítása, fák száradás idejének kiismerése, nagyon-nagyon, de mivel hogy fűtött a lelkesedés, szóval ezek könnyen mentek, egy-két év alatt ezt összeszedtem, és utána belemertem vágni az első hangszer készítésébe. Nagyon szép és izgalmas dolog, szóval nagyon, amikor az ember ami újat, régi újat akar csinálni, és nagyon kedvemre való tevékenység volt. Ez egy pont olyan hangszer, aminek ma is folyamatos a változása, fejlődése. Én azt gondolom, hogy minden ilyen hangszer esetében nagyon fontos, hogy az előadó művészekkel milyen a kapcsolatunk. Milyen visszajelzéseket kapsz, amik inspirálnak bármiféle változásra a hangszerrel kapcsolatban? Nagyon sok zenész barátom, aki játszik tárogatón, ezeknek a véleményére nagyon is adok. Az ő kérésüket mindig meghallgatom, és tulajdonképpen szóval olyan változtatásokat, olyan kényelmi billentyűket kaptam tőlük ötletet, amit aztán megvalósítottam a hangszerem. Egyik nagy újítás a böhm szisztéma, tulajdonképpen amikor a tárogató ennek ez a formája kialakult a 1800-as évek végén, akkor még a Albert szisztémás német rendszerű klarinétok mechanikája került a hangszerre, ami aztán azóta elfelejtődött, és a böhm szisztéma, ami a klarinét, szaxofon, fuvolánál ma is használatos, azt kellett a tárogatóra ráapplikálnom, amivel aztán tényleg nagyon népszerű és nagyon könnyen használható lett a hangszer mind a klarinétosok, szaxofonosok, fuvolások. Értem, tehát, hogy azok a muzsikusok, akik megszoknak egyfajta fogásmódot, billentyű elrendezést, azok ezen a hangszeren is azt a fogásmódot tudják használni. Igen. Szinte azonnal tudnak játszani, egy kicsi idő kell az átszokáshoz, de igazából a hangszer alapvető fogása az megegyezik például a böhm szisztémás tárogatónak a szaxofonnal. Van-e érdeklődés most fiatalok részéről, most nem elsősorban a zenészekre gondolok, hanem például a hangszerkészítőkre, akik fúvós hangszerkészítőként érdeklődnének a tárogató készítés iránt? Nem, nincs érdeklődő, sajnos kicsit aggódom is, hogy nincs utánpótlás. Nagyon szívesen tanítanék, ha olyan elszántságú és olyan kedvű, lelkes embert találnék, vagy jönne, aki ezt olyan, minimum olyan lelkesedéssel csinál, mint ahogy én láttam neki annak idején. Nincs, hát kicsit, hogy mondjam, úgy néz ki a manassága, ez a szakma telített, így a javítás terén is. Készítés meg olyan felkészültséget és olyan bázist igényel, amit egy fiatal nem mindig engedhet meg magának. Szóval ahhoz tényleg nagyon elszánnak és nagyon-nagyon következetesnek kell lenni, hogy ezt valaki több éven keresztül is elkészítve aztán megcsinálja. Viszont az előadó művészet részéről meg nagyon komoly igény van. Én azt veszem észre,
hogy műfajtól függetlenül klasszikus, népzene, jazz előszeretettel használják a hangszereket. Nagyon örvendetes, hogy a tárgató így minden zenei műfajban egyre népszerűbb. Akár itthon, jazz, popzene akár, vagy népzenetik, természetes. De aztán külföldön is. Amerikai jazzzenészek, nagyon híres jazzzenészek vásároltak tőlem. Akkor brazil zenék, latin zenéket játszanak, Kínában van, Koreában, Japánban, Ausztráliában hangszerem, és mindenki a saját népek zenéi, szóval a népek is megtalálják rajta a saját maguk zenéjét, szóval a népzenéjüket nagyon-nagyon jól lehet játszani a tárgatón is. Szóval nagyon egy új szín, tulajdonképpen a külföldieknek ez egy új szín, nekünk már ismert hang a történelem során, de ők ezt most fedezik föl, a tárgatót. Ennyi munka mellett zenélésre marad még időd? Nagyon keveset, de még vállalok, csak barátoknak, és hogy mondjam, különleges alkalom akkor, de szívesen zenélek még, de az aktív zenélés már a múlté. Az egy életforma, amit egy bizonyos életkorig nagyon jó csinálni, de aztán, hogy mondjam, sokkal kényelmesebb és koromnak megfelelőbb egy ilyen munka, amikor az ember a saját műhelyében a legszeretettebb tevékenységét tudja csinálni.